Oli nagy kockázatot vállalt fel azzal, hogy sokan nem vették észre, hogy a motivációs beszéd közben elmondta, hogy mit vár el a csapattól. Elmondta azt is, hogy amilyen erőállapotban vannak, annak a függvénye, hogy hogyan fognak letámadni. Minél jobb erőben lesznek, annál följebb fogja tudni tolni magát a védővonalat. Tehát ezt kell elvárni. Tehát egy szurkoló Egerben, ha nézi a videót, akkor igenis jogosan kérheti majd számon, hogy nem ezt ígérted, nem ezt vártad. Nem a szabvány beszéd hangzott el, hogy mindent meg fogunk tenni, hanem elmondta, hogy mit lehet elvárni. Ez Dárdai Pál, Bódog Tamás és Lőv Zsolt, azoknak az embereknek a bemutatkozó beszéde, akik tudják, hogy mit akarnak. És adnak egy irányvonalat, hogy ezt lehet majd tőlem elvárni. És ha nincs, akkor lehet majd jogos kritikát megfogalmazni. Úgyhogy ezt fogjuk ma megnézni. Üdvözlünk, sziasztok! Sziasztok, hello! Na, Egerbe megyünk először. Oda bizony. Úgyhogy is kaptunk kritikákat, hogy minden edzését fölvesszük a Klingzolinak. Igen. Ja, igen, igen, be kell kötnöm magam, mert igen. Büntetést fogok kapni. Ajaj, de még miért? Szóval, az aktuális ellenfél lemondta a mérkőzést valamilyen oknál fogva, úgyhogy úgy néz ki, hogy Felvidékre kell mennünk, elkísérni a Zolit. És az Eger csapatát. Mit vársz a mai naptól? Én azt várom ettől a mai naptól, hogy látni fogok egy olyan csapatot, aki küzdésben, meg fizikálisan valószínűleg jó lesz. Az számomra egy nagy kérdés, hogy a játékban mit fognak tudni nyújtani, mert a fizikális előkészítés vagy felkészítésben még valószínűleg még jobb szinten tartanak, mint abban, hogy csapatként hogy működjenek, de aztán lehet, hogy nagyon meg fognak lepni. És Zoli azt mondta, hogy igazság szerint 3-4 edzéssel ezeket a taktikai dolgokat, illetve azoknak az alapjait azért így rendbe lehet rakni. Igen, és nagy volt a lemorzsolódás. Mm-hmm. Az idősebb játékosok közül egy páran már távoztak, volt, aki a edzésbe se tudott állni ilyen-olyan okoknál fogva. Ez mindegy is, úgyhogy valószínűleg maradnak a fiatalok. Így van. És ez egy nagyon jó trend, ugyanis megnézve a két utóbbi videót, ott nem voltam személyesen ott, csak láttam magát a videót. Én azt mondom, hogy ha én abban a korban lennék, amiben, és ezt a videót meglátom, és bárhol játszom, akkor így megkérdezem a klubtól, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha esetleg én Egerbe tenném át a székhelyemet, mert ezt az a minimum, hogy meg kell próbálni, és aztán persze kiderül, mert a puding próbálja az evés, kiderül, hogy alkalmas vagyok, nem vagyok alkalmas, nekem ez jó vagy nem jó. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy így lehet és érdemes sportolókat nevelni. Az egy másik kérdés, hogy ehhez az alapanyag ez mennyire hajlítható. De én azt gondolom, hogy fiatalok, akik tényleg akarnak valamit, és céljuk van a labdarúgással, nem lesz probléma. Nem a Kling Zoltán személye a lényeg, hanem az, hogy vannak ilyen edzők, és biztos vagyok benne, hogy a Zolin kívül is vannak ilyen motivátorok. Így van. Az a pályán ki fog majd derülni, hogy mindez mit ér, hogy a technikailag, tehát a játék stratégiáját tekintve hogy van felkészülve, de azért ne legyen már előre elásva azért, mert próbálja motiválni a fiatalokat. Hát gyerek, akkor hogy állnál hozzá? Bemenné, mint az egervári, hogy hát rúgjátok fel a Balázsra, az megoldja. Vagy most mire gondoltak? Vagy csak ne kapjunk 8-at? Szerinted, hogyha mondjuk 2 hónap múlva egy hasonló beszéd elhangzik, mi lesz a reakció? Hát ez az eredményektől is függ, de biztos vagyok benne, ha siker lesz, már pedig ugye input-output, ahogy elhangzott, hogy bemenet meló, kimenet siker, ha a munkát hozzáteszik, akkor ezek a srácok üvölteni fognak. Na hát sziasztok, ahogy ígértük, itt az indulás ideje, mint kiderült számunkra is, végül is Fülekre megyünk, ami innen azért nem egy olyan nagy távolság, Felvidék,
és hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy mi fog történni. Továbbra is bennem egyre inkább fokozódik a várakozás, és hogy láttam az előkészületeket, láttam a hangulatot, azt gondolom, hogy egy jó kis mérkőzés elé nézünk. A többszöri lemondás után találták az Oliék az ellenfelet, kíváncsian várjuk. Lehet, hogy mi jobban izgulunk, mint a srácok. Hát én is úgy látom, és ez egyébként egy jó jel. Jó, nagyon. Megyünk. Fülekre megyünk. Sziasztok, itt vagyunk Füleken, Felvidéken. Nagyon szép környezetben lesz ez az edzőmérkőzés. Hát remélem, majd látjátok a képeken is, mint amit mi látunk körbe. Körbe hegyek, szerintem itt oxigénmérgezést fogunk körülbelül kapni. Nagyon szép kis pálya van itt egyébként. Van egy kis takaros lelátó is. Látszik, hogy mintha nem lenne annyi pénz a futballban, de a jelenlegi keretek között ez kifejezetten kellemes és pozitív. Egész jó kis stadion, jó meccset várok. Biztosan jó lesz. Nincs dögmeleg. Igen. Melegünk csak nekünk van, de az nem annak köszönhető, hogy meleg van, hanem annak, hogy dagadtak vagyunk, de hát ez egy más kérdés. Na, akkor a meccsen találkozok. Így van. Ahogy területet nyitok, Krisz, bal játék, látjátok? És folyamatos visszatámadás, ott van labdavesztés van, nem engedjük ki őket. Emberrel visszafelé, amikor mélységből jön fölvetés. Nézd a vonalat. Nézd a Zsolti. Mit néz? Nem a közepét, most nézi a közepét. Tartod a vonalat? Úgy, tartod, állj meg! Állj meg! Jaj, de szó! Tehát ezt a vonalat kell tartani. Akkor tud működni a rendszer, ha minden négy ember, mind az öt ember egyre figyel. Gyakorolni fogjuk azt, hogy nem seggeltek be. Minél közelebb vagy az ellenfél, minél közelebb enged az ellenfelet, annál jobb sansza vagy gólt. Nem engedem be a picsába. Kurva jó volt egyébként, tetszett. Tetszett, jól csináltátok. 45 percig ment a verseny. Nincs még meg a széle, nincs még meg a mögöttes mozgás, nincs még meg a teljes széleség, a mélységi játék. Nem baj, leszarom. Amit gyakoroltunk, azt megcsináltátok. Ezt tetszett. Szabi, hogy láttad idáig? Hát következő van, nagyon jó az iram egyébként, tehát általánosságban a meccsen. Én szerintem egy hazai átlag NB3-as meccshez képest, mintha többet láttunk volna iramból. Fociból körülbelül ugyanannyit egyébként, tehát ott nem látom ezt a nagy különbséget. Egyébként az ellenfélnél van a védelemben két olyan rutinos játékos, aki le tudja venni egyébként ezeket a még nem teljesen kiforrott figurákat, amiket a Zoli játszott a srácokkal, de úgy látom, hogy továbbra is megvan az, hogy tudják a srácok, mit kellene csinálni, még nem jön úgy, ahogy kellene, de megvannak abszolút az irányok, és azt már most látszik, hogy fizikálisan egyáltalán nincsen semmiféle probléma, sőt. Úgyhogy a fizikum az már most meglátszik, illetve az is látszik, hogy a játékrendszerre való törekvés az megvan, összevarakva a játék, fejben már ott van, hát a lábban még nem biztos, hogy minden esetben. You are the sun.
You are the only one. My heart is blue. My heart is blue for you. Igazi magyar csapat, mink vagyunk. Ott rajtunk kívül még itt van a szomszédvárosból Losonc, vagy Rimaszombat, de mink vagyunk az olyan kis Dunaszerdahely, aki a ilyen meccsekre ki is utazik, akkor utazunk ilyen szép szurkolótáborral is, ami nem az ilyen kéksarga, füstbombak, zászlók, és minden meccsen látogatottság olyan 600-tól 1200-ig, attól függ, milyen mérkőzésről van szó. Olyan nehéz nekünk itt, olyanok vagyunk, mint a kis hal a nagy óceánban, de igyekszünk megtartani a magyarságunkat is. Úgyhogy voltak például magyar szavazók, nem hozhatunk be. Foci belül az egész város is. Itt most is egy olyan 250 néző volt, annak ellenére, hogy csak egy pár óra előtt feltével közétére az interneten is, de eljöttek is. Nagyon szépen köszönjük a Eger városának is, hogy eljöttetek is, megmérettetek egymás fizikai teljesítményét és játék tudásait, úgyhogy köszönjük szépen is. Sok sikert kívánok. Hájra a magyarok, hájra a testvérek. Minden jó. Isten áll meg a magyar. Füleken voltunk Felvidéken, a helyi csapat 2-1 arányban győzelmet aratott az Egerrel szemben. Hogyan értékeled a mérkőzést? Ugye két része kell bontani, volt egy első, meg egy második fél, de két pontra csapatot küldtünk föl. Az első fél évben egyet játszottunk. Én úgy terveztem, hogy elérjünk egy körülbelül 25-30%-ot abból, amit szeretnék már meglátni, vagy visszalátni a bajnokságban. Ezt vissza is kaptam. Persze vannak hibák, minden meccsen vannak hibák. De hát az életünk, hogy a hibákat meg kiesítsük. Volt egy nagyon jó meglátás. Mondhatom is, miért mondhatnám, Fügyes Szabival beszélgettem, és azt mondta, hogy a hardware és a software nincsen szinkronban. De amit én el akarok velük, amit játszatni akarok velük, azt tudják, de az, hogy végre is hajtsák, az előbb nekik még volt, hogy az automatikus lesz, és tényleg nem az lesz a probléma, hogy hol van a társam, hanem tudják, hogy ott van a társam, és oda is fogják tudni passzolni, akkor kapkodni fogunk. Ha ki kéne emelni a negatívumokat és a pozitívumokat, akkor mi lenne a legfontosabb? Mondjuk kezdjük el össze a negatívummal. Késnek. Késik a hardware. És ebben a szerkezetben fél másodperc rettentő sokat jelent. Tehát amíg gondolkozik, hogy induljon vagy ne induljon, addigra pont akkor érne oda, amikor már rég elüvelik a labdát, tehát kezdjük az egész előadat. Hát ez az a ritmus, amit nekem meg kell tanítanom, illetve a csapatok olyan szinten kell felkészítenem, hogy adott jelre egyszer van. Most éppen jubilálsz, mert 10. napja foglalkozol a csapattal, és mi a legfontosabb pozitívum, amit leszültél a mérkőzésből? 1. Meg akarják csinálni. 2. Már majdnem mégis tudják csinálni. Még nem tudják, de már majdnem. Azt azért meg kell említenem, hogy azért az a 10 napnak a sok edzése miatt azért nincsenek azért a top állapotban, azt elhiheted. Nem nagyon vannak hozzászokva ahhoz, hogy folyamatosan megzárva vannak a foci terén, még hozzá a kiegészítő edzések is. Úgyhogy ez így összesítve abszolút pozitív. Tehát nem tudok rájuk negatívat mondani, mert látom a szemükön azt, hogy fogják csinálni, és most már nagyon szűken vannak. Tehát aki ki kellett, hogy lépjen a sorból, az ki is lépett a sorból, de most már tényleg azok, akik vannak, és abból kezdte 20-at kiválasztani.
azt volt jó nézni a mérkőzés végén, amikor föltetted nekik a kérdést, vagy illetve azt mondod nekik, hogy beszéljék meg egymás között, akkor benne maradtak a mérkőzésbe, és egymás között beszélgették azt, hogy hogy rontották el, mit várnak egymástól, és igazi csapatként működtek. Ez úgy gondolom, hogy én, mint szurkoló, úgy látom, hogy ez a legfontosabb ennek a mérkőzésnek a kapcsán, hogy kialakítottál már egy kezdeti csapatkohéziót, ami a későbbiekben sikerre vihet. Úgyhogy én pozitív várom a folytatást, nagyon sok sikert kívánok tovább, és folytatjuk a sorozatot a 10%-os negatív kommentelők ellenére is. Ezek mindig lesznek. Ha valamit csinálsz, és annak nincsen ellenpólusa, mindenkiből nem válthatsz ki pozitív visszajelzést. Ez az életnek a veled tartozója, hozzátartozója. Én azt mondom, hogy aki negatívként kommentel, az ugyanúgy előre visz, hiszen az én önbizalmamat kell, hogy erősítse, hogy megmutassam, hogy neki nincs. Köszönöm szépen, sok sikert, jó éjszakát, mi pedig indulunk vissza Budapestre. Köszönöm, hogy itt voltatok.